Szeretettel köszöntöm a Sportás ma esti adásának kedves nézőit, és külön szeretettel mostani vendégemet, nagy megtiszteltetés ismét, Németh Miklóst. Hát, hogy mondjam, olimpiai bajnokot, de én azt gondolom, hogy többszörös családtagot. Méghozzá azért mondom azt, mert az én fejemben a német család, az így családként maradt meg, még akkor is, hogyha hát a papát ismertem ugyan, de szóval, hogy versenyezni nem láttam, de a fiatalabb a kedvéért mondom, hogy ugye a papa is olimpiai bajnok volt, sőt olimpiai bajnok és bronz, két olimpián nyert érmet. És hát ahonnan ismertem, az ugye az egy más terep, mondjuk a futballpálya, futballon keresztül, ugye a Népstadion alapító igazgatója volt, és egészen több mint negyed századon át a Népstadion igazgatta, és nekünk a Népstadion, a mi generációnknak a Népstadion, ez egy, hát egy kultikus hely. Hát aztán azért is család, mert a Vasas család, mert ugye a papa is, a fia is a Vasas, és azért is családtag, mert hát azt nem felejtem el, amikor azt, ahogyan én üvöltöztem, mint az indián tomboltam a tévé előtt, ugye nem elég, hogy olimpiai bajnok, hanem hogy ugye világcsúcs, és az eufóriát. Hát ugye akkor mindannyiunk családtagja voltál, amikor olimpiai bajnok lettél, ezt nyilván te is tudod. Na hát kezdjük elő, kezdjük a papával például. Hát az gondolom, az meghatározta az egész pályafutásodat, nem? Hogy egyáltalán az érdeklődésedet, hogy a papa olimpiai bajnok atléta volt. Hát kétség talán. Szóval a család azért több volt, mint csak papa. Ugye a mamám is sportolt, és ő is eljutott egy magas szintre, diszkoszvetésben magyar bajnok volt. Később, hát ő abba hagyta, és maradt a fővonal az édesapám, aki hát egy nagyon szerencsétlen időszakban volt, hogy mondjam, fiatal, ugye a háborúra gondolok, és az elmaradt olimpia gyakorlatilag az ő legjobb éveit vette el. Jellemző egyébként, hogy állítólag mi a Marcibányi tér környékén laktunk, és a háború éppen, hogy elvonult ugye a fölöttünk Budapest, akkor szabadult föl, Fater egyből lement a Marcibányi térre, és pörgette bogyót az ottani salakpályán, és már ez már is edzett. A bogyó az egy kicsit nehezebb, szóval nem egy futballlabda volt. Ezt még igen. Gyakorlatilag, hát nyilvánvalóan ez egy kalapács, a kalapács meg abban az időben ugye hát egy eléggé új sportág volt, még Magyarországon is, és meglehetősen kialakulatlan volt még abban az időben, de érdekes módon, hogy éppen az édesapám volt az, aki technikai vonatkozásban, én azt gondolom, elég sokat hozzátett magához a sportákhoz, és valószínű a 71 néhány kilós termetével, hogy nyerni tudott, azt hiszem, az a technikájának volt köszönhető. Vagyis azt mondod, hogyha, hát ez történelmietlen kérdés, de hogyha nincs a háború, akkor akár többször olimpiai bajnok is lehetett? Hát, nem tudni, de hát... Mert a legjobb éveit voltad, azon gondolkoztam, hogy hát az többszörös világcsúcs tartó volt. Nem csak 31 éves korában igen. Nyert, hát egy 26 éves ember, 27 éves ember, hát azért a lehető legjobb korban van ahhoz, hogy sportágot nyerjen, vagy sportágban. Én nem vitatkoznak, csak még büszkébb lettem volna a papára, aki egyébként hát egy, hogy is mondjam, nem csak egy legendás olimpiai bajnok volt, hanem egy figura volt, tehát egy hogy a Népstadionnal úgy összefort, mint a nem tudom, a pilonok. Hát, kétségtelenül sokat tett azért a Népstadion, illetve a környékének. Nevezzem egy kicsit, kezdjem az elejéről, jó? Tehát amikor én... Hát ugye a megnyitása óta ott volt. Így van. Tehát 53-ban, ugye, azt hiszem augusztus 20-án nyílt meg. Így van. De már ő tudta, hogy igazgatója lesz, amikor még épült a stadion, és mi az István mezei út felőli oldalról, mert nem lehetett bemenni az építkezésre, egyszer megnéztük, hogy is néz ki, akkor már emelték fel azokat a homok tribünöket, amely tulajdonképpen a toronyépület felőli oldalon van, és hát nem nagyon mondta, kisgyerek voltam még, hogy ugyan már ebből mi lesz, és hogy lesz, hogy mit fogod csinálni, de hát a később kiderült, hogy ez a bemutatkozó látogatásunk volt.
Ott voltam a megnyitón, ott voltam a 6-3-on, ott volt, vagy a 7-1-en, bocsánat. Közbe szóltok, Miklós, ne haragudj, hogy mindennapjaid is úgy teltek? Esetleg kijártál le? Mert hát ha valakinek Németh Imre a direktor úr, a papája, hát, ugye jár be a Népstadion. Alapvetően nekem, tehát mi nem itt éltünk, mi a második kerületben laktunk. Hát ezt értem, de hát... De voltak olyan események, amelyet ugye én nem halaszthattam, vagy nem mulaszthattam el. Hát ilyen volt például a kosárlabda Európa-bajnokság például. Amelyet ott a főtribün előtt játszották a döntőt, ugye... 40 ezer néző, hogy mennyi volt. Mondom se kell, hogy fantasztikus volt. Minden futballmeccseken? Minden meccsen ott kellett lenni. Imádtad a futballt? Én nagyon is szeretem, és hogy mondjam, a magam módján én a legnagyobb futball fennek vagyok, fennek nevezhető vagyok, mert minden jó futballt szívesen megnézek, és de legyünk őszintén, válogatós vagyok. Tehát szeretem a jó futballt, és szerettem részt venni minden foci meccsen. Láttál jó futballt Magyarországon? Nagyon jó meccseket láttam, óriási volt. Ki volt a kedvenc? Hát, nem is csapat, hanem játékosokat. Hát olyanokat láttál, hogy hát ez hihetetlen. Hát gyakorlatilag az aranycsapat volt az, amely ugye az ember, tehát hogy mondjam, nem akarom túl dicsérni, mert már gyakorlatilag én azt hiszem, hogy már egy kicsikét csilláról, túl van dimenzionálva egy kicsit az egész, de nekem már az is élmény volt, amikor melegítettek a csapatok. Tehát a melegítés az annyit jelentett, hogy a főépület mellett, a toronyépület mellett jobb oldalt, bal oldalt van egy kb. Nagyságrendileg. Most sem van, a pálya nincs. Így van, az annak idején a melegítésre szolgált, és oda kijöttek a csapatok, és akkor a fiúkat közvetlen közelről én megnézhettem, mert... És dobogott a szíved? Hát minden mozdulatokat lestem természetesen, és nyilvánvaló az ember magába szívta azokat a dolgokat, amelyeket már, hát, hogy mondjam, nagyon keveseknek adatott meg. És a papa miatt lettél atléta, mert az ember a Népstadionban nő fel átvitt értelemben, akárhogy is. És a futballt ennyire szereti, akkor mégis a futball az közelebb, az a, hogy egyszerűbb, nem az atlétikán egyszerűbb, hanem az, abban az időben, ahogyan te felnőttél, és a futball nagyon jó, akkor a futball primátusa megkérdőjelezhetetlen, ugye? Én inkább ezt úgy fordítanám meg, valószínű, hogy én nem az a típus voltam, mint a maiak közül talán sokan, hogy a szeretetből összetévesztették azt, hogy nekik biztos azért, mert szeretnek, neki azt kell csinálnia. Hanem én levontam... Tudod, mint Miklós, nem is vagyok biztos, hogy annyira szeretik, de ezt most már hagyd, igen. Én levontam a konzekvenciát, tehát én nagyon jól éreztem, hogy én nem lennék nagyon jó focista. Én állati jó csapatember lehettem volna, és marra sok gólt rúgtam volna, de én nem tudtam volna egy olyan brilliáns játékos lenni, amire mindig vágytam volna. És ez hogy lehet, hogy miért nem a papa szerével lett? Tehát, hogy ugye a papa... Hát, ha már ilyeneket kérdezed, akkor azt elmondhatom neked, hogy az a kalapács az egy elég furcsa szerkezet. Hát én nem értek hozzá, azért kérdezem. De egyrészt marra nehéz, másrészt pedig abban az időben mondjuk valahogy könnyebb kalapács nem is létezett, vagy hogyha létezett, a kezemben nem volt. És amikor megpróbáltam vele néhányszor megfordulni, akkor még kicsi is voltam, nagyon nehéz volt. Amikor már erősebb voltam, akkor már erősebb is voltam, mint a fater, mint az édesapám abban az időben, amikor nyert, illetve erősebb voltam akkor is már, amikor együtt, egy csapatban nyertünk dobó magyar bajnokságot. Tehát ő is benne volt, meg én is benne voltam, még az öcsém is benne volt a második csapatban. És akkor hol volt? Pasaréten volt a gyakorlás, vagy a stadionban? Nem, a stadionban gyakorlatilag, ott az edzőpályán, és jellemző eset tulajdonképpen az, hogy hármat fordulni ezzel a sportszerrel, meg kell, hogy mondjam, nagyon-nagyon nehéz. Mert egyszerűen megvan a maga technikája, hiányzik hozzá egy bizonyos, hát nem is kevés erő, illetve hát az, hogy az ember jól tudja a dolgot megcsinálni, vagy annyira jól, hogy el tudja dobni. Hát és főleg, mondják, hogy arra hogy felé, amerre kell. Mikuskám, egy ilyen laikus, mint én, tehát elgondolom azt a gerejt, hogy egyáltalán irányba maradjon, az se lehet egy nagyon könnyű dolog. Tehát úgy értem, hogy nyilván erő is kell hozzá, jó messzire, de
De a hogy egyáltalán a technikáját elsajátítani nem lehet könnyebb, mint a kalapácsét. Nem, valójában ennek mindenki számára, tehát hogy mondjam, más-más, nekem a kalapácsot és az nem ment. Én szédültem is, marha nehéz. A forgástól. Igen. Sose tudtam, hogy melyik irányba vagyok, és hogyha jó sikerült, akkor jellemző módon én egyébként dobtam 52-53 métert nagy kalapáccsal. És ami azért legyünk őszinték, ahhoz képest, hogy én mennyire nem edzettem vele, ahhoz képest ez egy nagyon jó eredmény volt. Arra is jó volt, hogy ebből tudva levő volt, hogy valamilyen dobószámban jó lehetsz? Vagy ennek semmi köze ahhoz? Nem, ez gyakorlatilag csak egy olyan mondjuk így szórakozásból csináltam, tehát Brahiból, annyiban volt jelentősége, hogy a Vasas csapatba benne lehettem, a dobó csapatba, aki megnyerte a dobó csapatbajnokságot. Nagy szám volt, mert két csapata volt a Vasasnak, mind a kettő ott volt az első, második, vagy az első, harmadik helyen. Én az első csapatban voltam, és az édesapámmal voltam egyben. Okay. Hát ez lelkileg nyilván sokat. Hát szerint. Neki mindenképpen, mert hogy... Neked is gondolom. Nekem is. Jellemző módon, hogy dobott 53 métert akkor. Na, de hát nem volt edzésben, ugye már mit tudom én, 3-4 vagy 5 éve, és hát az marhára cibálja az embernek a kezét. És jó ráakadt az öregre azért a bogyó, és hogy tekerte jobbra balra, és hogy nyúlt a keze. Olyan annyira nyúlt, azt mondja, másnap azt mondja, azt hiszem, én csak most jobbkézzel fogok enni, mert hogy ugye a bal kézen van mindig az embernek a kezén, bal kezel. És az mikor derült ki, hogy te... A Gerely? Igen, hogy akár király is lehetsz Gerellyel. Hát nézd, én gyakran voltam édesapámmal, ő mint olimpiai bajnok, ilyen privilégiumokat is hát vindikált magával, vagy kapott, hogy lemvallettem a tatai edzőtáborban, akár edzőt. Az edzőtáborok idején is, és együtt a Csermák Jóskával, mondjuk így a többi híres akkori atlétával, későbbi híres atlétákkal is. Szerintem, ugye, van, karikás bajnok. És ott abban az időben még olyan fantasztikus dolgok voltak, mint a kristály forrás, illetve tó a hozzátartozó szaunával. Ez mindig egy külön élvezet volt ott egyáltalán. Hát abban megfürödni egy jól elvégzett edzés után, amit persze mondjuk nem ennyire én, mint inkább a többiek végeztek, de a történet rövide fogva az, hogy én mindig kaptam az edzőtábor elején néhány sportcát. Ez volt egy foci volt, érdekes módon, egy kisebb labda volt, az mit tudom én, alkalmasint másra szolgált, de mindig volt egy Gerely vagy kettő. Mert? Ezt nem tudom. Nem, se tudom. Valahogy így jött ki. Ezek ilyen, abban az időben meglehetősen, hogy mondjam, ilyen tekergős, nyavajgós, vagy is hívják, alumínium gerelyek voltak, jóhegyes volt, és gyakorlatilag, ahol eldobtad, az biztos, hogy beleállt. Tehát, hogyha eltaláltál egy fát, akkor beleállt, mit tudom, mint 10 centig. Ha én beledobtam mondjuk, akkor nekem már problémát jelentett, hogy húzzam ki. És én ezt állatira élveztem, hogy semmi más, csak az, hogy dobáltam vele, és ez ment. Tehát nem tudtam nagyot dobni, csak el tudtam dobni, és az rendesen bele. Hátra kellett menni, mert azért nem, hogy valakit eltalálj vele. Hát, nyilván az gerelyhajításnak is vannak ilyen alapszabálya, hogy akkor nem dob az ember, amikor valaki előtte van, hanem mindig vagy egy vonalba kell lenni, vagy a mögötte levő, mondjuk így csapattagot, kíméled meg attól, hogy bármiféle fenyegetettségben legyen. És ez nekem, az úgyhogy ez nekem nem kellett megtanulni például, hogy tartsam a gerejt, meg hogy kell, hogy vigyem, meg hogy fussak vele. Jellemző módon egyébként a Krasznai Sándor, illetve hát a Várszegi Jóska bácsi, aki később edzőm is lett, az ott már mindent megmutatott, tehát, vagy ellestem. Tehát ezek a részek hogy mondjam, magától jöttek. Szinte magam, ez olyan természetes volt, hogy Gerely van a kezemben, mint olyan természetes volt, hogy másnak, mit tudom én, a kézilabda vagy a foci. És a foci persze ment agyba, főbe, amilyen lett, úgyhogy nehogy félreértés legyen, csak a dolog ezen az oldala, ez is egyfajta elbűvölést és csodálatot váltott ki belőlem, hogy jaj, de jó megy, jaj, de érdekes, milyen furcsa, hogy ezt így is, meg úgy is, meg amúgy is lehet csinálni, stb.
Ahhoz képest, hogy azt mondom, milyen magától értetődő, hát nyilván nem veszed sértésnek, de nem volt magától értetődő, hogy te olimpiai bajnok leszel. Már úgy értem, hogy nem tudom, hogy berobbantál a tinédzser korodban, vagy 20 évesen a olimpiai bajnokok közé. Sőt, olvastam, miközben erre a beszélgetésre készültem, hogy nagyon zokon vetted, vagy csalódott voltál, amikor először voltál a olimpián, saját magaddal. Nézd, ez egy picit valószínű az történt, hogy engem úgy edzettek, mert egy olyan edzés akkor még nem alakult ki, vagy nem volt annyira fejlett mondjuk az edzési kultúra, vagy hogy engem alkalmassá kellett volna tenni arra, hogy ha én egy jó minőségű munkát végzek, avval az munkával nagyot tudok dobni, vagy gyorsan tudok futni, akkor ne sérüljek meg. Na most én a sérüléseket gyakorlatilag tucat számra hoztam az egész a sportkarrieremben, ami nem egy nagyon nagy boldogság, tehát amikor úgy érzed, hogy a lehető legjobban kirobbansz az erőtől, és ahelyett, hogy úgy mondjam, bizonyítanád, hogy igen, ahelyett azt mondod, hogy hoppá, ez valami szokatlan. Ja, igen, elszakadt a lábam, az nem túl jó, de hát akkor 6-7. És a 6-7 után sincs semmi rendben, mert ugyanúgy vissza kell jönni. Vagy a focista hasonlatot, a Benének elszakadt a lába, azután, hogy ő egy kiváló paszba volt, utána berakta, nem tudom, kirakta be a szerencsétlen Benét, mit tudom én, az első csapatban, úgy futott, hogy lehetett látni, hogy úgy húzza a lábát, mint ahogy is hívják, itt a sántaló. Na most nyilvánvaló ez rossz példa, de egy atlétánál ez még, vagyis mondjam, csak kiélezett, mert ott nem lehet alibizni, tehát hogyha jót akarsz csinálni, ott mindent bele kell tenni. Sérülten semmit nem lehet csinálni, én szerintem sport. Én megpróbáltam. Na és az volt a lényeg, hogy azért én 21 éves korban dobtam egy olyan magyar csuklót, ami 87 méter 20 volt. A Gergely, azzal dobogón lettél volna, ha jól tudom. Van. A Gergelynek a magyar csúcsát javítottam meg. Aki bronzérmes volt, Kulcsá Gergely, ugye azon az olyan? Így van. De sajnos ez egy előző év, tehát ez 65, és 65-ben, bocsánat, keverem a izéket, 67-ben dobtam ezt. Igen, így jó. És az a sérülés, az egyszerűen nem egy szakadást szenvedett a lábom, tehát egy combközelítőt, és az gyakorlatilag hiába volt az év eleje hihetetlen sikeres, az év második felében gyakorlatilag nem tudtam már igazán versenyezni, de mégis nagyon jó formában voltam, és mégis dobtam olyan eredményeket, amivel nem tudtak kihagyni, hogy úgy mondjam, olyan eseményekről, mint például az előolimpia. És te mit gondoltál, hogy hanyadik leszel? Mi volt a, tehát ami miatt? Hát 68-ban, amikor egy rossz felkészülés után, tehát ezt a lábamat nem tudtam jól ápolni, vigyázni rá. Nem akarok senkit hibáztatni, magamat hibáztathatom a legjobban, mert túledzettem magamat, és nem csak ez volt a probléma, hanem még elszakítottam a könyökömet is hozzá. De mégis kivittek az olimpiára, mondván, hogy bennem a jövő, ami egy olyan válságos, hogy mondjam, meghasonlást eredményezett bennem, hogy gyakorlatilag minden volt, csak nem öröm. És minden volt, mint már egy pozitív. Már, hogy kimehettél? Minden volt, hogy de nem öröm, és semmiféleképpen nem volt. Hogy elbújdostál volna? Hogy tudtad, hogy úgyse fog? Nem, inkább valószínű, nem szerettem, tehát egy nagyon rossz tapasztalat, egy nagyon rossz élmény volt. Tehát egy olyan élmény volt, amikor látod az összes többit, hogy milyen tökéletes, jó. Dúzadnak az erőtől. Így van, és mindent meg tudnak csinálni, és akkor te kimész, és akkor érzed, hogy a éppen rendbe jövő könyököd, de tudsz, most mondok egy számot, 75 métert dobni. És akkor 94 nyert a Lucis. Igen, és nekem oda kellett volna mennem, a selejtezőben is kellett volna dobnom 80 métert. Megmondom őszintén, hogy semmi nem adott volna, hogy mondjam, nagyobb örömet nekem, hogy sugjak, de egyszerűen nem lehet sérülten versenyezni, ez borzalmas, ez hihetetlen, milyen gátlások vannak az emberben. Arra jól emlékszem, hogy arra az olimpiára már, amelyet meg is nyertél, hogy akkor már te tartottad a világcsúcsot előtte? Nem, de én voltam
abban az évben, ha nem akkor is én döntöm a legjobbat. Világranglista vezető voltál? Ott voltam a második igen. helyen. Finnekkel voltunk nagy harcban. Ott hívták azért a legpotentáltabb fint, hogy ahogy Andu, egyik Anno Sittonen, a másik pedig Hovinennek. A Hovinen ez 83 métereket dobott, vagy 93-at. Az én legjobbam az akkor 92 voltam. 91, jobban tudod, igen. mint ő. Azt hittem az volt akkor a csúcs, nyilván akkor a magyar csúcs volt ez. Így van, a magyar csúcs az. Azt hittem már előtte világcsúcs, mert arról szeretnék világ legjobb, beszélni. A legjobb igen. eredménye világ volt legjobb, az előtte való évben. Tehát favoritként mentél el. Akkor nézed, benőtt a fejem lágya, valószínűleg így volt, és egy olyan edző állt mellém, és egy olyan ember, mint a Kulcsár Gergely, aki korábban velem együtt versenyzett, és... Te fölnéztél rá? Mindenképpen. Hát ugye mondom, a nézőknek mondom, hogy zászlóvívő volt a szó szerint, nem csak a Gerejvetés, hanem az egész magyar csapatnak a zászlóvívője. Egy kiváló ember és egy kiváló edző is volt, de főleg nagyon jó barát. És nem olyan edző-tanítvány viszonyunk volt, hogy ő leírta nekem, hogy mit kell csinálni, hanem az volt, hogy mi megbeszéltük, hogy mit fogunk csinálni, és megpróbáltuk ahhoz megszerezni azokat a lehetőségeket, amelyeket meg lehetett ilyenkor szerezni. Hát mint, hogy edzőtáborban menjünk ilyen helyre, vagy legyen videónk, amivel videózhatunk, vagy legyen rendes kaja, ne olyan kaja legyen, amelyet nem lehet megenni. És mondhatnám tulajdonképpen azokat az apróságokat, amelyek nyilvánvalóan az embert zavarták, vagy befolyásolták a felkészülésben. És ekkor sikerült először mondjuk a féket raknom magamra, hogy nem az a jó, hogyha az ember sokkal többet edz annál, mint amennyi szükséges lenne, és ebben, hogy mondjam, átesik a ló túlsó oldalára, hanem pontosan csak annyit kell edzeni, amivel milliméter pontosan be tudod mérni, hogy ennyi elég volt, jó volt, és ez volt a maximum, amit el kellett végeznem, mert akkor se nem kevesebbet, mert akkor az ellenfelek többet és jobbat edzettek, és se nem többet, amivel, hogyha már többet edzettem, akkor már másnap nem tudtam ugyanolyan jól edzeni. Mert és kockáztatod a sérülést. Pontosan. És ezeket a kis, hogy mondjam, jó intelmeket éppen apámtól hallottam, furcsa módon világosan elmondta azt, hogy ha valaki sokkal többet edz, mint amennyit kellene, az ugyanakkor a hiba, mint a kevesebbet edz. Lehet, hogy az ő szavai nem hiszem pontosan így hangzottak, az értelme pont ez volt. Egybecsengett Kulcsár Gergely szavaiba. Egyébként Kulcsár, csak annyit szeretnék a nézőknek mondani, neked nem kell, hogy úgy volt zászlóvívő többször is, hogy nem volt olimpiai bajnok, ha jól emlékszel. Hát ahhoz valami nagyon nagy egyéniségnek kellett lennie, hogy valakit anélkül zászlóvívőnek nevezzenek hát ki. Hogy három olimpián nyert a Gerejhajításban. Azt tudom, érmet. Ez túlmutat azon, azt tudom, hogy a zászlóvívőnek... Fantasztikus, hogy a Sivák megbecsült ember volt. És ebben az értelemben meg is becsültik őt. Pekhe volt, hogy pont az utolsó olimpiáján, éppen Mexikóban, az utolsó sorozatban dobták ketten túl. Egy fantasztikus versenyben, először a Lussis, utána pedig még a másik, egy Finn Kinnunen. Na most és én ott ültem kint, és így néztem is. Szóval mondd rá, most a 94-58, most az biztos, hogy az világcsúcs volt, mert a 100%-ig tudom. Arra emlékszem, és azóta is többször, hogy abban az időben is, meg azóta is sokszor eltűnődtek azon, hogy vajon mi van, ha 100 métert dobsz, mert állítólag ez nem értek. Sőt, talán még tőled is olvastam, hogy tulajdonképpen elvileg az se volt kizárva, mert az egy olyan dobás volt egy kegyelmi pillanatban, ami tulajdonképpen akár lehetett volna, nem tudom, 99 méteres is. És akkoriban az nem viccből mondták, hogy mi van, ha a nézők élete veszélybe forog, ha kidobod a stadion, vagy a nézőtérre a Gerejt, és nem viccelek, és komolyan mondom, hogy nem tréfa dolog volt, hanem komoly tudós emberek fejtegették, hogy majdnem kidobtad a szert a stadionból, és mi történik, hogyha bevágod az Z-szektorba. A jellemző egyébként a megnyitó ünnepségen, mi pontosan ott álltunk, a Gerejhajítás vonalától, kidobó vonalától számolva, ahol a 90
1-2-3-4 méter az ott volt a körülbelül a 16-os és a 11-es pont közötti rész, hogy odáig kéne dobni. De jó lenne. De hát nyilvánvaló, hogy az ember előre talán erre nem merne fogadni, de én nem úgy mentem, hogy mit tudom, hogy milyen nagyot szeretnék dobni, hanem úgy mentem pontosan a korábbiakból tanulva ki a versenyre, hogy én saját magamat egyszerűen le kell már egyszer győznöm. Tehát azt, hogy amikor én oda megyek, akkor legjobbat produkáljam. És ebben volt szerencsés és jó a felkészülés. Ez tényleg lehetett volna akár 100 méter is, az a dobás? Nézd, azt nem én mondom, tehát megjelent egy amerikai tudományos cikk, amely értekezést, amely azt vizsgálta, hogy a gerelynek volt egy optimális szöge. Ha ez a szög egy bizonyos fokig laposabb lett volna, mint volt egy kanadai srác, aki dobott egy 87 méteres kanadai csúcsot a selejtezőben, ha egy olyan jellegű ívet írt volna az én gerelyem adott erővel, történő mondjuk így röptetés esetén, akkor ez lehetett volna 101 méter 50 valamennyi. De akkor befúródik a szektorban, nem? Az már elég jó. Tehát ott már magasugróknak kellett volna szétrebbenni. Mit szóltál így abba a pillanatban? Nézed, és egyszerűen 9-es megjelenik, utána 4-es, szóval már odáig elég hát is. Nézd, és én már láttam, hogy hogy világcsúcs? Világcsúcs vonal mögött esett le, tehát azt én már tudtam, hogy világcsúcs, bármi lehetett, az már nem volt érdekes, és biztos, hogy, tehát az már, én akkor magamnak azt mondtam, hogy akkor a szerencsétlenség nem lehet, hogy ezek után még túldobjanak, mert az már tényleg óriási pek kellett volna, hogy legyen. Nem is volt. Egy ilyen dobás, azt szokták mondani, én nem értek hozzá, de azt szokták mondani, hogy ha valaki dob egy ekkorát, az sokkolja az egész mezőn. Igen, az megnyugtató tud lenni. Tehát, hogy a nézőknek mondom inkább csak, hogy, tehát, hogy a sportolók is, az idegrendszerük azért, szóval az ideg a sportolóknál is. Tehát, ha kiírják 94-58, amilyen felemelő Németh Miklós számára, hát annyira meghökkentő vagy, szóval tiszteletet parancsoló a többiek számára. Nézd, jellemző módon az a srác, aki abban az évben már dobott 93-54-et, ami legyünk őszinték, a lehető legjobb mondjuk így évközi sorozata volt, több versenyen dobott ilyen nagyságot, 91-92-93. Megvert minket is Helsinkiben, illetve egy-két finn versenyen. Az ezután, a dobás után nem jutott döntőbe. Nem jutott be a döntőbe, a 8-as döntőbe. Ebben a másik finn srác, aki egy kiváló versenyző volt, és egy korábbi Európa-bajnok, ez a Hannu Sitonen, aki második lett egyébként, az például az élet abban az évben a legjobbját dobta meg, ugyanúgy, még utánam, tehát még utánam is dobott. Tehát mindenképpen lehetett látni, hogy ha ő az eredeti, a sérülés előtti, hogy is hívják ját hozzá, akkor lehet, hogy itt komolyabb összeakaszkodásra lett volna esélyem, de hát hál' Istennek ez, hogy így alakult, én nem vitatkozom, ez nagyon jó volt így. Hát és aztán többszörös olimpiai bajnok lettél abban az értelemben, hogy ugye a növendékeid, és aztán még úgy is, hogy a Gerely megújítójaként. Na ez például ez érdekes. Hogy van az, hogy tehát abban nyilván számított a sportolói pályafutás, de hát azért az nem feltétlenül függ össze, hogy valaki gerelyek rájön, hogy egy nem tudom én érdes felülettel jobb a gerely, vagy jobban megy a gerely, mint ha nem érdes felülettel. Tehát hogy mondjam, lehet mondani, hogy egy atléta nyilván közelebb áll, tehát közelebb állsz a gerelyhez, mint én mondjuk, de abból nem következik feltétlenül, hogy gerelyeket, tehát egy olyan gerelyt tervezzél, amely nem tudom, ami alkalmas újabb és újabb világcsúcsra, vagy éppen olimpiai bajnoki cím elnyerésére, ha nem is te nyered azokat. Hát nézd, ez egy olyan dolog, hogy volt, hogy én utánam közvetlenül elkezdték buherálni azt a fajta gerelyt, amelynek az a szabály környezete volt, amivel mi dobtunk, és voltak benne olyan potenciális javítási lehetőségek, amivel a gerely gyakorlatilag elvitorlázott, tehát vitorlázni kezdett, és nem hagyott nyomot a leérkezésnél, mert mindig a hegynek kell nyomot hagyni a leérkezéskor. Tehát olyan nincsen, hogy segre esik a gerely, mert az nagyon érvénytelen.
Na most ebből kifolyólag néhányan elkezdték használni ezt a gerelyt, és volt egy Tom Petranov nevezető srác, aki dobott 98-at vele, és jellemző módon utána jött egy Uwe Hohn nevezető, aki meg 104 métert. Na most meg kell, hogy mondjam, az a 104 méteres dobás az szabályos volt, és az eldobta oda a francba. Szóval, de a vitorlázást az kétségtelen, hogy az óriásit segített ebben. És akkor valóban eljött az a pillanat, hogy most állja meg a menet, mert ugye egy labdarúgó pálya, akárhogy is nézzük, a 105 méter, hogyha a gerelyhajítás előtti nekifutót még 2 méterre rászámoljuk, akkor a 105-107 méter, és akkor az alapvonalra bedobja valaki a gerelyt, az elég rosszul néz ki, vagy az ötösre belülre. Tehát abban már nyilvánvalóan a másik oldalon is veszélyeztetve vannak, mert hogy nem onnan várja az ember a gerejt, ahonnan tudom én, alig lát el, hanem nyilvánvalóan esetleg közelebbről, vagy valaki butaságból, tudom én, eldob egy gerejt, amikor éppensége, ahol nem szabadna. Ez a fajta dolog, ez nyilván veszélyeztetett mindenkit, és akkor azt mondták, hogy változtatnak a gerej szabályon. Én ekkor hagytam abba a gerejt, és arra gondoltam, hogy a nevem elég jól cseng még itt a gerejhajítás világában, és ha én most meg tudnám csinálni a gerejt magyar, mondjuk így alapanyagból, magyar munkaerővel, magyar tudással, vagy az én tudásommal, másoknak a nem nagyon is hatékony segítségével, akkor ebből lehetséges, hogy lehetne valamit csinálni. És ekkor jöttem én rá, hogy valójában azok a gerelyek, amelyeket én használtam, és mi használtuk, az egyáltalán nem volt mindegy, hogy annak a felülete milyen volt, és minél érdesebb volt, vagy minél koszosabb és sérültebb, akkor annál jobban repült. Amint letisztítottuk, lemostuk, akkor nem ismertünk rá a gerelyre, és akkor ez a gondolatmenet, tehát tovább éve rá magyarázatot kaptunk arra is, hogy ez nem mindegy, hogy a gerelynek melyik része érdes. És az adott, hogy is hívják, ugyanarról a testről beszélek. Abban az esetben, hogyha ez a gerelynek a hátsó része, tehát a farok része volt az érdes, akkor az olyan, hogy mondjam, lehetőséget adott már az új szabályok mellett elkészült gerelyeknek, hogy ahelyett, hogy beleállt volna egy ilyen meredek, teljesen hülyeségből mondom, ez ilyen abszurd szabály volt, hogy annyira elrontották a gerelyt, hogy amíg régen egy ilyen leérkezése volt a gerely, egy ilyen 60 fokos szögben állt bele, akkor ezzel a javítással, ezzel az érdes felülettel a gerely kapott egy ilyen furcsa, de nagyon is hatásos ezért a levegőtől, hogy a fenekét leejtette, és amikor haladt előre, akkor ez maradott, folyamatosan ment, és amikor leérkezett volna és lelassult a gerely, akkor bólintottjuk le a hegyével. Tehát hegy volt, a gerely repült, de már megint a világcsúcs 98 méter volt. És akkor Gyulai Pista, aki a IAF-nak a fő titkára volt, az ő segítsége és mások segítsége ellenére is, azt találódott ki, hogy ezt nem lehet, ez abszurd, milyen nincsen, hogy megint 98 méter között legyen a gerely, bár ugye én a testnevelési főiskolán mindig ott azt mondtam, hogy mivel lehet tulajdonképpen a technikai sportokat támogatni, tehát hogy edzés, edzésmódszer, edzéshosszúság, intenzitás, és akkor itt jött a technikai fejlődés, a sportszerek technikai fejlődése, fejlesztése. Üvegrúd, tartámpálya, vagy a kettőt mondjak csak hirtelen, és ne is folytassam itt hirtelen, vagy hogy nem falécek vannak, hanem műanyag lécek vannak azéken, amelyek olyan varázslatosan úgy tud remegni, hogy nem mozdul meg, csak libeg is megáll a helyén. Na most a gerejnél ezt nem engedték meg, és azt mondták, hogy nem, és akkor a gerejt vissza sehova, és elrontották újra a gerejt. És most megint ott tartunk, hogy van egy olyan férfi gerej, mert ott vagy a derdes a legjobban, hogy az gyakorlatilag úgy repül, mint egy bot. Puff!
puff. És ez nem segíti a sportágat, mert nagyon-nagyon nehéz jól eldobni. Tehát egyszerűen van egy módszer, persze most nem, ebben nem fogok a névdőket mondhatni, neked leelmondom, hogyha át akarod képezni mondjuk magadat. Nem, hát én nem hogy is olyan nem, személyes érdeklődés, hogy a lényeg, nézők lényeg, miatt kérdeznek. Van egy mondjuk egy finom technikai módszer, amivel lehet igazítani azon, hogy jobban szálljon, de egymás közt mondom, nagyon nehéz, és majdnem, hogy senki nem tudja megcsinálni. Néhányat láttam már, meg is volt az eredménye, vannak mások, akik abszolút tök mindegy, hogy mit csinálnak. Azoknak az olimpiai, vagy azoknak az eredményeit, akikkel közvetve, tehát ha nem a saját olimpiai bajnokságodról beszélek, azokat ugyanúgy a magadéről, nyilván nem ugyanúgy, mint a tiedet, de szóval már ugyanolyan büszke vagy? Mondok egy példát, és biztos meg fogod érteni, hogy ez nekem mit jelentett. Tehát néztük az oszlói versenyt, ahol a Jan Zselezny dobált az én általam gyártott gerelyekkel, és még két srácnak volt ugyanilyen gereje. És a Jancsi dobott, mert akkor a világcsúcs az 87 méter 77 volt. És ő dobott 87 méter, vagy 88 méter valamennyit, tehát világcsúcsot. Azt nem tudom elmondani neked, azt a boldogságot, az óriási volt. Akkora volt, mint a 94-50, lehet, hogy akkora volt? Nem, ez egész más volt. Ez valami olyasmi volt, amely nyilvánvaló, hogy csak áttételesen, hogy mondjam, vitt el a végtelen boldogságba, de áttétel az olyan volt, hogy ez hihetetlen, jaj, de jó, ez fantasztikus, hú, de jó. És hogy mi minden tudunk majd még csinálni együtt, stb., mert én edzettem is a Zseleznyt egy ideig. És a brit lányt. Így van, a Tessa Sanderson. Tessa Sanderson, aki szintén. Így van, hát ő nem az én gerejem, mert az még akkor nem volt meg. Nagyon ez 84, elég híres ember volt. Jó, nagyon jó alany volt, és jól is dobott, és szerencsésen meg is nyerte az olimpiát 84-ben. Na hát lényeg az, hogy Jan Zseleznyi akkor hirtelen dobott egy világcsúcsot, akkor dobott még egyet, és akkor még egyet, ez a mind mi gerejünkkel volt. Aztán az élet úgy hozta, hogy összevesztünk, és akkor már nem az én gerejemmel, de ugyanúgy dobott világcsúcsot. Csak a szépre emlékezünk. De nem probléma, nekem őszintén ez egy szép időszak volt, jó időszak volt, és most sem lehetek elégedetlen, mert a női gerejjavítás világcsúcsát a miénkkel tartják, a legbifűsági világcsúcsot, fiaknál a bifűsági világcsúcsot a nőknél, utánpótlás világcsúcsok a mi gerejünkkel, mindegyiknél férfi, a nőknél. Egyedül a férfi gerejével az nem a mi világcsúcsunk. De ezt sajnos a Zselezny dobta, az olyan francos messze dobta, hogy nem is látták a többiek már azóta. Ez 98 méter, és megmondom őszintén, hogy ezzel a gerejjel 98 métert dobni, azt írta Peter Di Pali. Azt csak szélbe lehetett. Bob Beamon 8.90-es ugrásáról, amely ugye 91, tehát 68-tól 91-ig volt világcsúcs. Hogy 890 centi az annyi, mint ez a szoba itt. Meg az a szoba, és hozzá a gang tekintélyes része. És utána hagyd mondjam azt is el, hogy azt mondtad, hogy nagyon szép időszak volt. Nekem ez a fél óra volt, nagyon szép időszak. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Jó volt, mert nekem, mert hát valóban nem udvarlásképpen mondom, hogy előttem van a szoba, ha a gang tekintélyes része nincs is, amikor ugye, hát még nagyon fiatal emberként átéltem Montrealt, és hát gondolom vagyunk ezzel még néhányan, akik emlékszünk az akkori szobára, és amikor kimutatták az eredményjelző táblát, és hát az apukád, a stadion, meg minden, amit meséltél, hogy olimpiai bajnok vagy így, meg olimpiai bajnok vagy úgy, mert hiszen az is te vagy részben, ahogyan mondtad is. Hát szóval jó volt. Örülök, hogy egy családtagot láttam vendégül fél órára. Köszönöm a nézők figyelmét, köszönöm neked, hogy eljöttél. A viszontlátásra.